Kedves nézőink, esélyegyenlőségi napot tartottak tegnap az Agórán, most erről láthatnak egy összeállítást. Esélyegyenlőségi napot rendezett a Molnár Gábor Műhely Alapítvány a mai napon itt az Agórán. Miért pont ezt a helyszínt választottátok? Hát ez a helyszín, ez nagyon csodálatos, hiszen Ajka központja, átmenő forgalom van rajta, és itt mennek haza a diákok, itt mennek haza a munkások, itt vannak közel a boltok, itt a városháza, minden egy helyen van. Mindenki megtalálja a számára a legmegfelelőbb szórakozást az esélyegyenlőség jegyében is. Milyen céllal szerveztétek ezt a mai napot? Azért szerveztük, hogy azok a szervezetek, akik a hátrányos helyzetű célcsoportoknak segítenek, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak, romáknak, azok együtt lehessenek ezen a napon. Meg tudják mutatni, hogy ők mit csinálnak, mi az ő céljuk, mivel érik el, milyen motivációt tudnak adni az embereknek. És itt tegyünk mindannyian, hogy az utca embere, a diákok, a dolgozni menő emberek egy kicsit elgondolkozzanak azon, hogy velük is megtörténhet bármikor, bármi. És az esélyt ők is megkaphatják tőlük. Milyen szakembereket lehet itt most megtalálni ezen az esélyegyenlőségi napon, illetve milyen szervezetek mutatkoznak be? Hát szinte a szociális szféra mindegyike itt van nálunk. A Család és Gyermekjóléti Központ itt van éppen mellettünk. Ők játékosztást is végeznek, hiszen 20 napig gyűjtöttünk az óvodákba játékokat, meséskönyveket a rászoruló gyerekeknek. Velünk van a Vörös Kereszt, ahol vért is lehet adni. Velünk van a Máltai Szeretett Szolgálat, a Kristály Völgy Egyesület, a Roma Önkormányzat, és hát itt van a Molnár Gábor Műhely Alapítvány is, de velünk vannak a Szent Györgyi Albert szakiskolások, akik nem csak hogy a szociális képzésben való előjáróságokat tudják megmutatni, hanem szűrővizsgálatokat is szerveztek. Akkor velünk vannak a Máltai Szeretett Szolgálat Devecseri Szociális Ápológondozó hallgatói és diákja is, és hát azt hiszem, hogy mindenkit elmondtam, de jöttek hozzánk a társszervezetek is, tehát Dákáról itt voltak, Tapolcáról, Veszprémből, Darvastóról, és talán még a Mondról is vártunk társszervezeteket fellépni a színpadra. Hány embert mozgat meg ez a mai esélyegyenlőségi nap? Hát szerintem 3-400 fő biztos volt. Nagyon sokan jöttek az óvodások, az iskolások, a diákok a Bánkiból, a Szent Györgyiből, tényleg nagyon sokan jöttek, és hát ilyenkor mi esélypróbákat is szervezünk, és 10 esélypróba is volt, ahol ki lehetett próbálni azt, hogy milyen a paletta másik oldala. Ez mit jelent? Ugye a megnyitó után voltak folyamatosan ezek a bátorságpróbák, ezeket hogy kell elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy aki elég bátor volt, beleülhetett a kerekesszékbe, megpróbálhatott feljutni a rámpán, megpróbálhatta, hogy milyen mankózni, hogyha esetleg mondjuk az egyik lába megsérül, és csak mankóval tud közlekedni. De kipróbálhatta azt, mikor bekötik a szemét, hogyha a látását elveszteni, hogyan tudnám mondjuk 250 forintot az aprókból összeválogatni, vagy ki lehetett próbálni, hogy milyen illatokat rejtenek a dobozkák. Tehát azok az érzékszervi fogyatékosságok, amik mondjuk veszélyeztetik az embert, vagy akik már együtt élnek ezekkel a fogyatékosságokkal, és ők már ezt nagyon jól tudják, ők együtt tudtak lenni ebben a napban. Ezeken a bátorságpróbákon hogy teljesítettek az épp emberek? Nagyon nyitottak voltak. Tavaly még éreztem egy kis hezitálást, még egy kis nem megyünk oda, de most már kimondottan keresték, és nagyon bátran belengedték magukat. És hát igyekeztünk nagyon viccesre venni, tehát voltak nagy nevetések, de a kvíz is nagyon izgalmas volt, és tényleg azt gondolom, hogy olyan kérdések voltak, olyan más, különböző feladatok, amik az életben nem. Ezeket a különböző programokat kiknek a segítségével bonyolítjátok le? Ahogy a résztvevők saját magukat megmutatják, így egymást is mutatjuk, és ők egymásnak is segítenek. Tehát nélkülük nem tudtam volna ezt a programot megszervezni, nem tudtam volna életre hívni. Ilyenkor ez úgy zajlik, hogy körbe telefonálom őket, hogy meló lesz, és akkor jönnek, felállítjuk a sátrakat, és ők is invitálják a saját vendégeiket, a saját köreiket, szólnak mindenkinek, megosztjuk, Facebook eseményt hozunk létre, és hát ők is segítenek nekem szervezni ezt. Nagyon sok barátunk van, tehát hogyha kukákra van szükség, akkor szólunk Cimbinek kis csőszre, hogy Cimbi segítsél a kukákkal, kellene kis csőszre a sátrak, akkor a civilház egyből a plusz egy sátrat nekünk rendelkezésre bocsátja, a Tarka Kakas hozza a gulyás ebédet.
Tehát igazából azt nem mondom, hogy nem volt dolgom, de így nagyon könnyű dolgom van. Azt az összefogást, amit ugye a különböző televíziók sugároznak, hogy jó lenne, ha meg lenne, akkor ez ezek szerint Ajkán, illetve a térségben már létrejött? Tehát ez az összefogás itt már megvan? Igen, igen. Ezt határozottan kimerem jelenteni, hogy igen, tehát mi keressük egymást, és mi egymás programjait is keressük, és azt gondolom, hogy eddig még nem tudtunk olyat kérni, amit a Városháza, vagy a VMK, vagy bárki, aki ebben a városban szervezőként jelen van, hogy ne segített volna, vagy ne dolgozott volna azért, hogy ez életre hívódjon. Miért fontos számotokra? Említetted, hogy a különböző iskolákból, illetve óvodákból jöttek szervezett csoportok. Miért fontos számotokra, hogy főleg a gyerekek és a diákok megismerkedjenek ezzel az esélyegyenlőségi nappal? Azért nagyon fontos, mert kicsi korban kell megkezdeni azt a gondolkodást, és itt most tényleg azt mondja, hogy gondolkodást, hogy nem én vagyok a középpontban, nem körülöttem forog a világ, hanem a világ az eleve forog, mert van egy tengelye, és nem szabad átlépni senkit, mindenkit figyelembe kell venni, és az én szabadságom csak a másik ember szabadságáig tart. Tehát ezt a tudást, igazából ezt a gondolkodásra való képességet, ezt már gyermekkorban el kell kezdeni, és itt talán áthidalható az a restség, amit az emberek az előítéletessége és a sztereotípiákkal magukra húznak, hogy ne kelljen gondolkodni. Ezt a figyelmet a többi ember hogyan tudja megadni azoknak az embertársaiknak, akiknek szükségük van rá? A legfontosabb, hogy ne forduljanak el. Tehát én most büszke vagyok Ajkára, kimondottan büszke vagyok, mert most már egyetlen fogyatékossággal élő fiatalomat sem bántják a buszpályaudvaron, nem szállítják le a buszról, nem tanúsítanak olyan embertelen magatartást vele, amit korábban tapasztaltunk. Tehát azt gondolom, hogy megszokta Ajka, hogy vannak ilyen emberei, és elkezdte megszeretni őket. És nekem ez így rendben van. Tehát én köszönöm, ezzel így jól vagyok, és azt gondolom, hogy szeretném azt elérni, hogy a diákok ne szelfizzenek a részek hajléktalannal a padon. Szeretném elérni azt, hogy belegondoljanak, hogy ők is elveszthetik valamikor, valaha az állásukat, az életüket. És persze könnyebb részegen ezen túlélni, és nem gondolkodni, és nem jelen lenni a saját életünkben. Ez is egy menekülési útvonal, de attól még ne csináljunk ilyet. Tehát az ember maradjon ember, és én emellett tenném le a voksomat, mert ma az ember embernek a farkasa, ahogy a beszédemben is mondtam, és ma inkább cél az, hogy féljenek egymásról az emberek, és féljenek a másságtól, a különbözőségtől, legyen az bőrszín, nemzetiség, vagy egészen más országból való bejövő ember. Nem kell félni, az ember emberi dolgokkal. Tehát én ezt szeretném, hogy ez legyen. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Az öreg rosszat tanítja, elmetjük zorlát.